Esélye stabilabb, jobb életre. 45 vármegyei kiállító mutatta be termékeit az idei közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron. Telefonmentes tanítás, tesztelik a rendszert az iskolákban, a technikai kivitelezés okoz még nehézségeket. Fertőzések, megbetegedések, a nyári átlaghoz képest nagyobb ambuláns forgalmat tapasztaltak a vármegyei kórház gyermek osztályán idén. Vármegyei kiállító mutatta be termékeit az idei közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Bíró Katalin, a Belügyminisztérium programkoordinációs osztályvezetője megnyitójában elmondta, a közfoglalkoztatás valódi értékteremtő lehetőség, amely képes pozitív eredményeket elérni az egyének életében, ezáltal pedig megerősödnek a helyi közösségek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén 16 ezer fő programban való foglalkoztatását több mint 23 milliárd forinttal támogatja az állam. 7. alkalommal telt meg Nyíregyházán a Kossuth tér azokkal a vármegyei kiállítókkal, akik a 2011-ben indult közfoglalkoztatási programnak köszönhetően saját lehetőségeiket figyelembe véve kezdtek valami újba. Ezáltal tudnak esélyt nyújtani főként a halmozottan hátrányos helyzetben lévők számára egy stabilabb, jobb életre. Évről évre Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a leginkább támogatott vármegyék egyike. Ennek a történelmi örökségünk, a hátrányos helyzetünk az oka, de a hátrányos helyzet nem azt jelenti, hogy bele töppedünk, hanem igyekszünk a saját energiánkkal, szorgalmunkkal ebből kikerülni. Erre remek lehetőség a közfoglalkoztatási program, addig, amíg az elsődleges munkaerőpiacra nem kínálkozik olyan állás lehetőség, amiben ezek az emberek is el tudnak helyezkedni, akik most még a közfoglalkoztatásban vannak. Azt tudom mondani, hogy remek lehetőségek vannak már az elsődleges munkaerőpiacon is, és a következő évben több ezer új munkahely lesz, nem csak Nyíregyházán, hanem vármegye számos pontján. Ebben a vármegyei önkormányzat is közreműködik, a TOP Plus program keretében van egy úgynevezett munkahogyi paktum programunk, ahol 7 milliárd forintot fogunk a közeljövőben, a következő években munkahogyi támogatásokra fordítani. A közfoglalkoztatási program lehetőségével már a kezdetektől éltek a vármegyei önkormányzatok. Számukra ez egyszerre jelent munkahelyteremtést, szociális intézkedést és értékteremtést is. Nyilvánvalóan ez egy munkalehetőség, ahhoz képest, hogy az emberek otthon üljenek, vagy akár komolyabb lehetőségek nélkül keressenek állást. Ezt mi átmeneti lehetőségnek tekintettük és tekintjük a mai napig. Évről évre nyomon követjük azt, hogy hány fő, hogyan és milyen módon helyezkedik el a közfoglalkoztatást követően az elsődleges munkaerőpiacon, és azt láthatjuk, hogy kb. 10%-ot éri el minden évben azoknak a száma, akik közfoglalkoztatottként kezdik el az éven mondjuk a tevékenységüket, de időközben a munkaerőpiacon tudnak elhelyezkedni. A program sikerességének záloga a polgármesterekkel való szoros együttműködés, a települési önkormányzatok elkötelezett munkája és hozzáállása. Bakta Lóránd háza számára is komoly segítséget jelent a közfoglalkoztatás lehetősége, hiszen azokat, akik nem jutnak el az elsődleges munkaerőpiacra, csak ennek köszönhetően tudják foglalkoztatni. Most 2024-ben is mezőgazdasági termékekkel készültünk, hiszen elsősorban a mezőgazdasági start közfoglalkoztatási programban vesz részt Bakta Lóránd háza, és ennek keretében különböző zöldségeket és gyümölcsöket termelünk, amit elsősorban saját konyhánkra használunk fel, hiszen napi átlagosan 1000 adag ételt főzünk meg a helyi önkormányzati fenntartású konyhán. Ezen kívül szociális célokra adományozunk, és a felesleget pedig értékesítjük. Az Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár Budapesten rendezik meg szeptember 20-21-én. A Vajdahunyad várában 8 település képviseli majd a vármegyét, köztük Kálósemjén is. A településen 3 start munkaprogram fut, mezőgazdasági, szociális és helyi program is.
Tovább akarjuk vinni ezeket a programokat, hiszen mind a konyhának az ellátottsága, mind az intézményeknek az ellátottsága az már berendezkedett a közfoglalkoztatási programra. És az is hasznos, azok a dologi jussok, amiket a programban kapunk. Tehát azok a vetőmagok, tápanyagok, amelyet a mezőgazdasági programban, vagy a faipari munkások tekintetében, azok a faanyagok, vagy cérna és egyéb dolgok a varrodásoknak, ezek nagyon fontos dolgok. A rendezvényen termékdíjakat is átadtak. A bronz termékdíjat textil készítményeivel fehérgyarmat, az ezüstöt száraz tésztáival Tiszadada, az arany termékdíjat pedig babakelengyéivel Nyírtas település kapta. A Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT kihirdette a 2025-ös autópálya matrica árakat. Az állami cég a díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló rendeletre hivatkozva szabályozza az e-matrica rendszerben alkalmazott árakat. D1 kategóriában a heti 10 napos jogosultság 6400 forintról 6620 forintra nő. Az éves bérlet ára 57.260 forintról 59.210 forintra emelkedik. A vármegye matrica ára pedig 6.600 forintról 6.890 forintra változik. Ez 3,4%-os drágulást jelent. A Puddinál hasonló a helyzet, ugyancsak 3,4%-os az emelés. Új szabállyal indult az idei tanév, a tanulók kötelesek leadni mobiltelefonjaikat és okos eszközeiket az iskolákban, amíg az épületben tartózkodnak. A készülékeket a tanítás előtt kell összegyűjteni és a nap végén kiosztani. Az egyes típusú cukorbetegséggel élő gyermekek maguknál tarthatják a telefonjaikat. Lezárt szekrényben, rekeszes tárolókban őrzik a diákok telefonjait egy nyíregyházi iskolában. A tanulók ugyanis idén a mobiltelefon használatot korlátozó rendelet alapján már nem használhatják okos eszközeiket az oktatási intézményekben. A diákokat olyan szempontból nem érintette ez nagyon érzékenyen, hogy mi ezt már évek óta alkalmazzuk, ezt a technikát, tehát tulajdonképpen nem volt nekik újdonság. A nehézséget inkább az okozza számunkra, hogy hogyan is valósítsuk ezt meg, hiszen most már jogszabályban van ez rögzítve, hogy elzárt helyen kell tartani, és a házi rendben szabályozzuk, hogy ez pontosan hogyan történik. Nem olyan egyszerű. Azt kell tudni ugyanis erről, hogy nálunk egy több célú intézmény van, általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskola, és ráadásul én még ketté választanám az általános iskolát is, úgy, hogy vannak alsó tagozatosok, vannak felső tagozatosok. Én úgy gondolom, hogy az alsó tagozat, felső tagozat, gimnázium, művészeti iskola, tulajdonképpen 4 párhuzamos univerzum, teljesen más világ. Mivel a jogszabály egységesen szabályozza az eszközhasználatot, egy ilyen több célú intézményben nagyon nehéz olyan házi rendet megfogalmazni, ami mindegyik korosztályra alkalmazható. A készülékeket tanítás előtt kellene összegyűjteni és a nap végén kiosztani, de a gyerekek életkori sajátosságaiból fakadóan mások a telefonhasználati szokásaik. A középiskolások nem egyszerre érkeznek a gimnáziumba, és nem egy helyre érkeznek. Nem ritka az, hogy egy osztályból az osztálynak egy negyede csak harmadik órára érkezik meg, a másik három negyede pedig az első órákat három különböző tanteremben tartja, mert különböző fakultációkra járnak. Utána ezek a telefonok hogyan fogják megtalálni egymást, tehát az osztályai hogyan fog egy helyre kerülni, és délután pedig, amikor szintén különböző időpontban mennek haza, ki az, aki mindig egy olyan helyen tartózkodik egy felnőtt, hogy át tudja a diák számára adni. Ha például a gyerek bejáró, és éppen nem talál senkit azon a helyen, ahol a telefonok vannak elzárva, könnyen elképzelhet, hogy a buszt lekési, mert nem tudja a telefonját átvenni. Testnevelés órák problémája még egy külön probléma, ha reggel az első óra testnevelés, hogyan történjen meg akkor a telefonok begyűjtése. Tehát ezzel kapcsolatban el tudom azt mondani, hogy magával, a jogszabálynak a céljával egyetértünk. A technikai kivitelezés azonban okoz még nehézségeket. Gálottó hozzátette, tesztelik a rendszert, figyelik, hogy milyen problémák merülnek fel, és biztos, hogy finomítanak még a részleteken. A bejelentés óta a jogszabályban is történt változás. Az egyes típusú cukorbetegséggel élő gyermekek például maguknál tarthatják a mobiltelefont. A betegséget a szülőknek orvosi papírokkal kell igazolniuk.
A Vármegyei Kórház gyermekosztályán az átlaghoz képest nagyobb betegszámot tapasztaltak a nyári időszakban, mondta el Televíziónk 35 perc című műsorában dr. Varannainé dr. Sós Andrea, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház, Nyíregyházi József András Tagkórház gyermekosztályának osztályvezető főorvosa. Főként a jelentős tartósan magas lázzal, valamint a hányós hasmenős fertőzéssel kezelt gyerekek voltak többen. Klasszikus légúti betegséggel jelentkező nem volt túl sok, de a nyár közepén a nagyon fiatal csecsemő korúaknál megjelent a szamárköhögés is. A Vármegyei Kórház gyermekosztályán a nyáron megszokott átlaghoz képest is nagyobb számban jelentkeztek betegek. Főként a jelentős tartósan magas lázzal, valamint a hányós hasmenős fertőzéssel kezelt gyerekek voltak többen, mondta el Televíziónk 35 perc című műsorában dr. Varannainé dr. Sós Andrea, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Nyíregyházi József András Tagkórház gyermekosztályának osztályvezető főorvosa. Hozzátette, klasszikus légúti betegséggel jelentkező nem volt túl sok, de nyár közepén a nagyon fiatal csecsemőkorúaknál megjelent a szamárköhögés is. Ezzel eddig nem nagyon találkoztak a hazai betegellátásban, hiszen Magyarországon jó az oltási fegyelem, és 2 hónapos korban a gyerekek megkapják az első szamárköhögés elleni vakcinát. Begyűrűzött a szamárköhögés, és hát elsősorban, ugye miután 2 hónapos korban van az első szamárköhögés elleni védőoltás, ez leginkább a veszélyeztetett korcsoport a 2 hónaposnál fiatalabb csecsemők, akik azoktól a gyerekektől vagy felnőttektől kapják el a kórokozót, akik ugyan voltak már oltva, de az ő oltási védettségük, vagy az oltás által szerzett védettségük az már lecsengőben van, és sajnos tovább tudják adni a kórokozót, még ha felnőttnél vagy nagyobb gyereknél súlyos tüneteket nem is produkál. Az osztályvezető főorvos a műsorban arról is beszélt, hogy az elmúlt évben átalakult a sürgősségi betegellátás a gyermekosztályon is, már az alapellátási ügyelet is a kórházban működik. Ez egy ilyen úgynevezett egykapus beléptető rendszer, tehát mindenki, aki a ügyeleti időben az ügyeletet keresi meg, vagy bejön a gyermeksürgősségi ambulanciára, az egy úgynevezett előtriázson vesz részt. Ez az előtriás pedig azt jelenti, hogy egy magasan képzett nővér egy megadott cseklista alapján, tehát egy kérdezés alapján kideríti, hogy mi az alapprobléma. Ez egy perc vagy másfél perc gyakorlatilag, hogy mi az alapproblémája a betegnek, és ennek a kérdőívnek, vagy ennek az előtriázsnak a alapján el tudja dönteni, hogy az adott beteg azzal a panasszal, azzal a problémával mehet esetleg a házi orvosi ügyeletre, vagy olyan a gond, amivel már eleve a sürgősségi ambulanciára kell, hogy jöjjön. Tehát ez egy ilyen kétfelé osztja a betegeket ez a triázs, és az egyik része a enyhe, vagy a nem különösebben súlyos betegségi tüneteket, vagy panaszokat mutató gyerekek mennek az alapellátásba, akiknél pedig feltételezhető, hogy vagy valamilyen képalkotó, vagy laboratóriumi vizsgálat, vagy eleve olyan jellegű a panasz, amivel, vagy lánézése már az a nővér, akinek azért van megfelelő tapasztalata, hogy megítélje a betegeknek az állapotát, úgy ítéli meg, hogy ezt a gyereket biztosan nem lehet, tehát biztosan felvételre kell, hogy nagy valószínűséggel kerüljön, akkor azt eleve már a sürgősségi ambulanciára küldi. Nálunk az ügyeleti ellátás hétköznapokon, tehát az alapellátási ügyelet az délután 4 órától este 10-ig van, éjszaka már nincsen 10 óra után, illetve hétvégente, illetve ünnepnapokon pedig reggel 8-tól van este 10-ig. A műsorban elhangzott a tanévkezdéssel, a közösségbe járó gyerekeknél általában szeptember végén jelentkeznek azok a megbetegedések, amik ilyenkor előfordulhatnak, ezek főként légúti fertőzések. Szép korúak csipke munkáiból nyílt kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség által 2 évente megszervezett kiállításon különleges horgolterítők, kiegészítők és figurák kaptak helyet. Az idei csipke csodák között 27 alkotó, 314 munkája tekinthető meg szeptember 25-éig. Az idősek is tudnak alkotni, mégpedig értéket alkotni.
Ezekkel a szavakkal kezdődött a Csipkecsodák című kiállítás megnyitója. Szabóni Csiszár Gabriella kiemelte, hogy a Nyugdíjas Szövetség tagjai épp oly aktívak közösségük tagjaiként, mint a horgolásban, a csipkekészítésben. A kiállítások közti idő alatt pedig folyamatosan készülnek az újabb darabok. Így nem lehetett látni, minden évben, illetve minden második évben szervezünk kézimunkakiállítást, illetve horgolásról csipkekiállítást, és mindig más alkotásokat hoznak be, tehát soha nem hozzák vissza a következő évbe azt, ami az első alkalommal megvolt. Az első horgolt csipkéket bemutató kiállítást még 10 évvel ezelőtt szervezték meg, aminek akkor a megyei könyvtár adott helyet. A kezdeményezés ezt követően a Váci Mihály Kulturális Központban talált otthonra, és vált az intézmény egyik leglátogatottabb kiállításává az évek alatt. Az idei kiállításra 27 alkotó hozta el összesen 314 munkáját. Ide lett hozva 26 darab, de otthon nagyon sok van, mivel én minden egyes nap horgolok, és a csipkézésnek a mindenféle fajtáját művelem. Villahorgolás, zsinórcsipke, filett horgolás, neccelés, és a tárlóba pedig van a rece. És ezeket mindet el tudom készíteni, illetve el is hoztam bemutatni a közönségnek. A napkori Szilágyiné Ilona azt a terítőt is elhozta otthonából erre a kiállításra, amelyet még 50 évvel ezelőtt készített. Annak idején, több mint 60 évvel ezelőtt az általános iskolába, nekünk még politechnika órán ez volt a feladat, kötés-horgolás. Nekem ez maradt meg, mert hamarabb látom a munka eredményét, ahogy készítem, tehát a kötés nekem nehezebb, a horgolás könnyebb, és ezért amennyien lehetőségek vannak, információt beszerezni, azokat mind beszereztem, nyilván a fürgőujjak könyvekből, újságokból, ma meg már az internetről mindent, és mindent meg el lehet készíteni. Azt tanácsolják a hölgyek, hogy ha elkezdünk egy darabot horgolni, az célszerű néhány napon belül befejezni, mivel a félbehagyott munkán a szemek könnyen elcsúszhatnak. A horgolás, mint alkotómunka, a szépkorúak számára kiemelten hasznos elfoglaltságot jelent. Gondolkodás sokat jelent. Feledékenységet azért szerintem kiszűri, és jó agykontroll mellesleg, és vannak sok dolgok, amit már teljesen fejből csinálok, tehát nem kell előszedni a mintát, mert visszaemlékszem rá. A kiállítás szeptember 25-éig látogatható a Váci Mihály Kulturális Központ első emeleti kiállító terében. Négy csapat részvételével U12-es nemzetközi fiú kosárlabda tornát rendez a hétvégén a Nyikse. A hazaiak mellett a Deac és két szlovén csapat lép majd pályára a Nyíregyházi Bánki Iskola csarnokában. A szezon nyitó sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy továbbra is cél a női szakák fejlesztése, és a férfi NB2-es átszervezés miatt még nem dőlt el, hogy indít-e felnőtt csapatot az egyesület. A 6 nyíregyházi bázis iskolára támaszkodó Nyiksében 8 edző foglalkozik, mintegy 250 fiatal kosárlabdázóval. Az előttünk álló idényben az egyesület számára kihívás jelent az otthonuknak számító Bánki felújítása, így átmenetileg új edzéshelyszíneket kellett keresniük. Ettől függetlenül, mint a szezonnyitó sajtótájékoztatón elhangzott, továbbra is a folyamatos fejlődés áll a középpontban. Tervünk az, hogy továbbra is az utánpótlásban nagyon erősek legyünk, és országosan is ugyanolyan sikerre tudjuk képviseltetni magunkat, mint az elmúlt szezonban. Ez azt jelenti, hogy U11-ben és U12-ben is jussunk el az országos döntőig, az országos dzsemboriig, illetve U14-ben szeretnénk majd főtáblára jutásért játszani, amiről most jelenleg ősszel még ugye az új selejtező rendszerek kialakítása miatt lemaradtunk, de bízunk benne, hogy jövő év elejére, tehát a szezon második felére az alsóházból sikerül esetleg oda jutnunk. Az egyesület szombaton és vasárnap négy csapatos U12-es fiú kosárlabda tornát rendez. A Nyikse és a Deac mellett két határon túlról érkező együttes lép majd pályára a Bánki csarnokában.
két szlovén együttes, a Triglav Krav és a Skofja Loka, én azt gondolom, hogy két olyan utánpótlás nevelő intézet, amely szerintem méltán az élvonalhoz, nemzetközi élvonalhoz tartozik, tehát megláthatjuk, mint ahogy az egész szlovén kosárlabda a nemzetközi élvonalhoz tartozik, megláthatjuk azt, hogy ők hol tartanak, és a mi utánpótláskorú játékosaink hol tartanak majd. Kovács Tibor több évtizeden keresztül dolgozott a férfi szakákban. Most már a másik nem képviselőinek is tart edzéseket az egyesületben. Nagy örömömre tavaly felkérést kaptam arra, hogy a lányvonalon is dolgozhatok. Pozitív élmények soraiért. Igaz, hogy voltak nehézségek, mint minden csapatsportágban, minden csapatnál, de összességében pozitívan zárhattuk az évet, és ebben az évben már két kollégával kiegészülve, Száva Csabával és Bárdos Mirával folytatjuk tovább a női vonalat, jó érzésekkel és tele reményekkel. A Kosárlabda Szövetség nagy örömünkre beosztott az országos selejtezőbe, tehát felkerültünk az úgynevezett országos térképre. Abban szerencsénk volt, mert két győr és két nyíregyházi csapat szerepel ebben a csoportban, hogy itt Nyíregyházán lesz a verseny, a Nyíregyházi Kosár Labdasuli szervezésében, rendezésében. Első éves U16-os korosztályú csapatunk, játékosaink vannak, tehát U16-os torna lesz. Mindig tűzünk ki célokat. A realitás azt mutatja, hogy eredményességében ez még nem biztos, hogy továbbjutással fog párosolni. A Nyíksének az elmúlt években folyamatosan volt felnőtt férfi csapata. A cél ezúttal is az, hogy induljanak az NB2-ben, de mivel ebben az osztályban átszervezik a versenyrendszert, még várni kell a végleges döntésre. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Idén több mint 23 milliárd forinttal támogatja az állam a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében megvalósuló közfoglalkoztatási programot. Ez több mint 16 ezer fő átmeneti foglalkoztatását oldja meg azokon a településeken, amelyek közül 45 mutatta meg termékeit a Nyíregyházán megrendezett 7. közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron. A mobiltelefon használatot korlátozó rendelet alapján már nem használhatják okos eszközeiket a diákok az iskolákban, mivel egységesen szabályozzák az eszköz használatot, nehéz olyan házi rendet bevezetni, ami minden korosztály számára alkalmazható. Van kivétel, az egyes típusú cukorbetegséggel élő gyermekek maguknál tarthatják a telefonjaikat. A nyári időszakban kevesebb a közösségbe járó gyermek, így általában ritkábbak a fertőzéses vírusos megbetegedések. Bár nem volt olyan mértékű, mint a téli időszakban, a nyári szokásos átlaghoz képest nagyobb ambuláns forgalmat tapasztaltak a Bármegyei Kórház gyermekosztályán az akut betegellátásban. Szeptember 12-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet, többfelé kell számítani esőre, záporra, keleten akár zivatar is kialakulhat. Az észak-nyugati szelet főleg a nyugati, valamint a középső ország részben erős, sok helyütt viharos lökések kísérhetik. Délutára 20-24 fokig melegszik fel a levegő.